magasztaljuk Jézus nevét. Jöjj te is, add neki szíve tódulatát. Jöjj te is, áldjuk őt, magasztaljuk Jézus nevét. Jöjj te is, add neki szíve tódulatát. Áldjuk őt, magasztaljuk Jézus nevét. Jöjj te is, add neki szíve tódulatát. Jöjj te is, áldjuk őt, magasztaljuk Jézus nevét. Jöjj te is, add neki szíve tódulatát. Halljuk meg együtt, Szent az Úr, és érjük őt. Jöjj te is, áldjuk őt, magasztaljuk Jézus nevét. Jöjj te is, add neki szíve tódulatát. Jöjj te is, áldjuk őt, magasztaljuk Jézus nevét. Jöjj te is, add neki szíve tódulatát. Halljuk meg együtt, Szent az Úr, dicsérjük őt. Ennyi van, és én.
akad, úgy benned teljesen megbízzak. A vízem bátran veled járja, és bárhová visz, menjek. Vigyél tovább, mint ha lábam tudna menni, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. Lélek ad, hogy benned teljesen megbízzak, a vízem bátran veled járja, és bárhová hisz, menjek. Vigyél tovább, mint ha lábam tudna menni, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A nevet hívom én, a vizek fölé, úgy látlak én, a lelkem benned megpihen, enyém majd, és én tiéd vagy, és én tiszta színet keresem. Csendben állok, te rád várok szüntelenül. Vágylak, Uram, megismerni még jobban. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy várja, hogy arcod láthassam, ismerni még jobban. Rendben lépek, hátra nem nézek, az ígéret. Futok egyre, az akadályt mind félreteszem, célom csak egy, megismerni téged. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jó. Nekem úgy várja, hogy arcod láthassam, ismerni még jobban. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Nekem úgy várja, arcod láthassam, ismerni még jobban. Gyorsan lépek, hátra nem nézek, jutalom az ígéret. Futok egyre, az akadályt mind félreteszem, célom csak egy, megismerni téged. Uram, a vágyam, hogy
lelkem úgy várja, hogy arcod láthassam, ismerni még jobban. Együtt az Úrhoz, mennyei trónjához, örömmel lépjünk be hozzá.
ő kegyelme örökké van. Mert az Isten jó, mert az Isten jó, igen, Isten jó, az ő kegyelme örökké. Az ő kegyelme örökké tart. Menjünk, együtt az Úrhoz, mennyi trónjához. Örömmel lépjünk be hozzá, kérdjük majd az ő neve. Kegyelmed itt van velünk. Köszönöm, hogy a te kegyelmed örökké tart. Öröktől volt, és örökké lesz, Uram, most ebben a pillanatban is, Uram, bárhol vagyunk is, a mi lelkünkben. És imádkozom, hogy vonzd magadhoz a mi szívünket a mai napon, és építs minket itt a gyülekezetben. Áld meg az ige hirdetést, áld meg a szavakat és a gondolatokat, amik eljutnak hozzánk. És köszönöm, hogy itt lehetünk, Uram, hálát adok neked, drága Istenem, Jézus nevében. Amen. És akkor szeretettel fogadjátok Bánki Lajost. Oké, Kriszta még valamit szeretne. Arra beszéltem. Akkor szeretettel fogadjuk Bánki Lajost, aki a központi Golgotában tanító és vezető, és már nem először van itt nálunk, úgyhogy fogadjuk őt nagy szeretettel. Köszönöm.
Szóval nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket ma reggel. Nagyon jó, hogy megtelt a terem, és remélem, hogy egy felemelő alkalomban lesz részünk ma reggel Isten kegyelméből. Amiről ma beszélni szeretnék számotokra, az a változások szerepe életünkben. Ugye a szél arra fúj mindig, amerre akar, és Isten lelke is arra fúj, amerre akar. És nagyon érdekes, ahogyan a változásokhoz, illetve a változásainkat előidéző Isten munkájához viszonyulunk néha. Visszaugorva az elejére, a legtöbb vallás azt tanítja, hogy életünk cselekedeteinek, hibáinak, jó és rossz cselekedeteinek egy megváltoztathatatlan következménye van jövőbeni életünkre. Ez karma, fátum és egyéb ilyen neveken is ismert. Szóval ez a karmánk, ami követ bennünket, ha jó cselekedeteket hajtottunk végre, ezek szerint a vallások szerint, akkor a karmánk egy jobb életre fog vezetni, vagy jobb életbe fogunk újjászületni, és így tovább. Természetesen a Biblia is figyelmeztet cselekedeteink következményeire, mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy a kereszténység az egyetlen vallás, ami szerint van reset gomb, van újrakezdés, van újraindítás, van változtatás lehetősége. Természetesen ez kívülről jön, de a kereszténység maga az örök újrakezdés, újrakezdhetőség csodája. Jeremiás iralmai írja ezt, pedig Jeremiás tudott siránkozni, de mégis a Siralmak harmadik rész 22-23-ban ezt a felemelő üzenetet olvassuk tőle. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincs végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Ma reggel is megújult, mára is megújult az ő kegyelme. Valamit újrakezdhetjük a napunkat, az életünket, és ez szerintem csodálatos. De visszatérve erre a reset gombra, ami a számítógépünk, sokunk számítógépén, meg ilyen kütyükön ott van, hogyan is működik ez? Ugye általában akkor kell ehhez fordulnunk, amikor ugye a számítógép lefagy, vagy úgy nem akar semmit csinálni. Ma reggel is volt egy ilyen pillanatunk itt a számítógéppel, amikor úgy, és tényleg ez így szimbolikusan is mondhatjuk, az életünk úgy lefagy, úgy elakad, valahogy nem megy tovább. És akkor ez egy örök dilemma, hogy ott van a homokóra, várjunk még, megnyomjuk, várjunk, megnyomjuk, mert talán félünk megnyomni, hogy valami akkor eltűnik, az az utolsó két beírt csodálatos mondat a dolgozatomba, vagy a prédikációmba, és várunk. És nem nyomjuk meg azt a gombot, amikor talán már egyszerűen meg kéne nyomni. Ugyanis az történik ilyenkor, hogy csak újraindul ez az úgynevezett működtető vagy operációs rendszer. Nem törlődik le, hála Istennek, igazából a múltunk, a fényképeink. Lehet, hogy az utolsó megnyitott alkalmazás néhány adata elvész, de gondoljunk bele, épp az okozta a lefagyást. Épp az a szerencsétlen kombinációja a billentyűzetnek, vagy annak a szoftvernek a hibája. Ilyenkor mit csinálunk? Hát keresünk egy szoftver frissítést, megpróbáljuk kijavítani azt az alkalmazást, de dolgozunk tovább. Néha viszont, ahogy mondtam, nagyon-nagyon nehezen szánjuk rá magunkat, hogy megnyomjuk ezt az újrakezdés gombot. Félünk a változástól az életünkben. Valljuk be őszintén.
Illetve nem is olyan egyszerű, mert van egy ilyen szép tudományos szóval kognitív diszonancia, amiben élünk, hogy ja, Istenem, adj már valami változást. Jaj, csak már nehogy már megint valami változás legyen a munkahelyen, a suliban, a mindig valami új változás, épp hogy már megszoktam a régit. Tehát ez a változzon már végre, ne változzon semmi. Ebben a dilemmában éljük az életünket. Nos, akkor a kulcskérdés. Mi a helyzet a változásokkal a te életedben? Barátok vagy ellenségek? Eszközök vagy félelem forrása? Van egy külön tudomány, ami ezzel foglalkozik, a változás menedzsmenttel, vagy az átalakulás menedzsmenttel, vagy tranzíció menedzsmentnek is hívják. Például, amikor egy vállalatot megvesz egy másik vállalat, vagy egy bankot megvesz egy másik bank, hát akkor ott őrület van. Minden megváltozik. Megváltozik az egyenruha, megváltozik az összes űrlap, megváltozik a számítógépes rendszer, mindent másképp kell csinálni. Igen ám, de ezt lehet jól is menedzselni, segíteni az embereket, és megértetni velük, hogy egy fejlettebb, egy jobb rendszer lesz, és könnyebb lesz a munkájuk. Vagy lehet hagyni őket magukra. Vagy lehet őket tréningezni, hogy ne féljenek a változástól, és segíteni őket az átalakulás folyamatában. A változás ugyanis elkerülhetetlen. Az élet szükségszerű velejárója. Gondoljatok bele, hogy a testünk sejtjei 7 évenként lecserélődnek. Hogy folyton változunk. Hát az évekkel nem feltétlenül mindig örülünk ennek a változásnak, de ezt nem kérdezi senki. Változunk, és egy csomó dolgban, hála Istennek, hogy 57 évesen nem olyan a gondolkodásom, mint 17 évesen. Szóval ezt is a változásnak köszönhetjük, hogy egyre többet járva Istennel, egyre több kincset gyűjthetünk össze, egyre bölcsebben vezethetjük életünket. Tehát a jól alkalmazott, jól igába fogott változás az áldás. Viszont ahogy említettem már, az egyik legnagyobb visszahúzó erő a félelem. Félünk a változástól. És nem véletlen, hogy a félelemmel kapcsolatban a Biblia, persze ez fordításoktól függ, de 365-ször mondja ezt az fontos üzenetet. Ne félj! Ne félj! Nekem ez nagyon tetszik, mert minden napra jut egy. 365-ször ismétli. Ne félj! De mi segíthet legyőzni ezt a félelmünket adott esetben egy változástól? Több stratégiánk lehet erre. Például nagyon sokszor van, hogy összekeverednek az érzéseink, az érzelmeink. Tisztáznunk kell, hogy az a feszültség, amit érzünk, az egyáltalán félelem? Valami szorongás? Vagy valami más? Emlékszem egyszer egy sportolótól, azt hiszem ilyen síugrótól, megkérdezték a nagy döntő lesiklás előtt, hogy fél? Ugye fél, és próbálta a riporter így a szájába adni, ugye, vallja be őszintén, hogy azért fél. És azt mondta, nem félek, izgatott vagyok. És tudta ez a sportoló, mert erre is tréningezik, hogy ez a feszültség, az nem félelem, ha nagyon hasonló, mert ugyanígy gyomortájban, meg itt torok körül erős, de az nem félelem, az izgalom, az egy várakozás, az a jó adrenalin fröccs, az a jó stressz, ami segít a teljesítmény növekedésben. Szóval az teljesen normális, hogyha egy jelentős változásnál izgalom van bennünk. Ne engedjük, hogy ezt tévesen blokkoló félelemnek vagy szorongásnak éljük meg. Aztán hogyan lehet kikapcsolni a félelmünket? Mert állítólag ezt is lehet. Az egyik
Nagyon fontos, amire a Szentírás is tanít bennünket, hogy gondoljunk vissza a múltbeli csodálatos történésekre, ami Istennel megélhettünk. Én például 46 éve járok Istennel, egy csomó csodát fel tudnék sorolni, hogyha lenne még 2-3 órátok. Amikor sírtunk, azt hittük, hogy itt a vége, és aztán kiderült, hogy abból egy áldás lett. Amikor azt hittük, hogy tragédia lesz, és kiderült, hogy Isten áldásá fordította. Tele vagyok ilyen történetekkel. De fontos, hogy ezekre visszaemlékezzünk, mert a múltbeli sikerek így lesznek a jelen erőforrásai. Mert nem normális az, hogyha 501-szer is, sok éve hívőként, ugyanolyan gyomorgörcsel és hitetlenül állok egy értetlen szituációt, hogy ja Istenem, vajon az az Isten, aki 500-szor kihúzott belőle, 501-szer is kifog? Ugye ti is érzitek ennek az éretlenségét? Igen, már csak statisztikailag is. Nagy a valószínűség, hogy aki 500-szor segített, az 501-szer is fog. Nem szabad, hogy 502-szerre is ugyanolyan félelemmel álljunk szembe egy helyzettel. Hiszen azt kell mondanunk, hogy az az Isten, aki korábban megmentett, és akinek én a szeretett gyermeke vagyok, most is meg fog menteni. Most is itt van velem. De ehhez vissza kell gondolni, hogy voltam-e már hasonló szituációban? És akkor hogyan segített Isten? Hogyan segített nekem abból kikeveredni? Vagy én mit csináltam jól? Mert elkértem az ő bölcsességét, vagy egyszerűen csak adta. Nem is kértem. És kimásztam belőle. És amit egyszer is már megcsináltunk, azt másodszorra biztos, hogy jobban fogjuk megcsinálni. Ezért nagyon fontos, hogy így gondoljunk vissza életünkre. Ilyen gondolkodással és ilyen hálával. Emlékeztek, hogy Izraelnek Isten milyen sokszor mondta, hogy itt, ahol átvezettelek a Jordánon, tegyetek le egy emlékkövet a vízbe. Itt, ahol megmentettelek benneteket és győzelmet adtam a csatába, állítsatok egy oltárt. Állandó emlékkövek, emlékoltárok. Mi volt ennek a célja? Hogy visszaemlékezzenek. Hogy amikor azon az útvonalon elmentek, akkor újból és újból jusson eszükbe, hogy mit tett velük, vagy akár az apáikkal, vagy az apáik apáival az Isten. Mert az ember sajnos ilyen, néha ilyen aranyhal emlékezettel rendelkezünk. Mintha nem is emlékeznénk arra, hogy nem olyan régen még hogyan áldott meg, vagy hogyan védett meg Isten. De sorolhatnám az egész ószövetségi rendszert, egy ünnepet szeretnék kiemelni, a Páska ünnepét. Annak ugye az volt a háttere és az alapja, hogy Isten az egyiptomi 10 csapás alkalmával minden elsőszülöttet megölt Egyiptomban, de a zsidók otthonait és elsőszülötteit megkímélte. És erre létrehozott Isten ünnepet, és figyelmeztette őket Mózesen keresztül, hogy ezt most már mindig ünnepeljék meg. És tudjátok, mikor volt az első Páska? A kivonulás előtti estén és éjszakán. Akkor volt az első ünnep. Ha volt valaha feszültség, el tudjátok képzelni, hogy fog ez sikerülni. Tényleg meg tudunk innen szökni az egyiptomi fogságból. Hát ha valamikor szükség volt a múltbeli áldásokat, sikereket előhozni, hogy bátorító legyen, az ez a szituáció szerintem. És akkor visszagondoltak, és egy mély, jól megszervezett ünnepel, aki volt már ilyen Pészach esten, vagy Páska ünnepen tudja, hogy annak mennyi eleme van, mit, mikor kell enni, mi mire emlékeztet. Egy nagyon méltóságteljes és mély ünnep. De a célja az, hogy ezt az elkerülést, amit a szó is jelent, ezt a megúsztuk dolgot, ezt újból és újból felelevenítse.
A Mózes második könyv 12. részében írja Isten, hogy ezt most már mindig meg kell ünnepelniük a zsidóknak, és emlékezetben kell tartani nemzedékről nemzedékre. Nagyon érdekes, hogy a ünnepnek az egész rituáliában ott van ez a mély felidézés, újra bevésődés, a régi, elhalványult emlékek ismételt felülírása. A vacsora során a gyerekek közül valamelyik, általában a legfiatalabb, megkérdezi, mi véget van ez a szertartás? És akkor az apa rituálisan újból és újból elmeséli a kicsi gyerekeknek, és persze mindenkinek a történetet. Ezt mondja a 143. Zsoltár 5. verse. Visszaemlékezem a régi napokra, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem kezed alkotásain. Szóval, ahogy így visszaemlékezünk Isten tetteire az életünkben, ez nyugalommal, bizalommal és hittel kell, hogy eltöltsön bennünket. Nagyon érdekes, hogy más eszközökkel is ki tudjuk kapcsolni a félelmünket. Tényleg felnőttként már uralni kell a magunk érzéseit. Nem szabad, hogy átadjuk magunkat a félelmeinknek. Nagyon egyszerű technika, de próbáljátok ki egyszer, amikor féltek, szorongtok egy dologgal kapcsolatban, tegyétek fel magatoknak a kérdést, oké, de mi lenne, hogy döntenék, ha nem félnék? Nagyon érdekes, hogy akkor az a sapka eltűnik a fejünkről, és elkezdünk normálisan gondolkodni. Mert nem szabad, hogy a félelem leuralja az életünket. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő és a józanság lelkét. A változások tehát a barátaink jó esetben. Hogyha azt a múltbeli áldásaink fényében várakozva hittel szemléljük. Tényleg, visszatérve erre a tranzíció menedzsmentre is, azt állapítja meg ez a tudomány, hogy egy jól irányított változás az nemhogy kis fejlődést okoz, hanem egy trambulin lehet egy szervezet életében, de én hiszem, hogy a mi életünkben is. Tehát azok a cégek, amik évenként 1,5%-ot növekedtek, azok egy jó átszervezéssel, egy jól levezényelt változással 30%-os növekedést tudnak elérni esetenként. Tehát így kell hinnünk az életünk változásaiban, még akkor is, amikor az pillanatnyilag nem olyan érthető számunkra. De hogyan lehet ezt? Hiszen egy csomó változásnak az a kényszere, hogy valami elromlott. Valami nem sikerült. Valami kudarc következett be az életünkbe. Mielőtt erre rátérnék, elmondanék egy példát. Most olvastam egy cikket az izomfejlesztésről, ami nekem így valahogy nagyon megmaradt. Hát ugye, aki már próbálta ilyen konditeremben, tornateremben az izomfejlesztést, hát az tudja, hogy az nem olyan kellemes, mint a zenehallgatás. Igen, nekem mindig mondta az edző, hogy majd egy napon már hiányozni fog, hát én mai napig is várom azt a napot, de már nem nagyon hiszek neki, de tényleg, szóval az ott verejték, ott erőfeszítés. És amit most olvastam, tudjátok, hogy növekszik az izom? Hogy apró mikroszakadások következnek be az izomszövetben, amik így elkezdenek összeforni, és abból a forradásból lesz egyre nagyobb. Tehát meg kell egy kicsit szakadni, hogy valami történjen. Nekem ez üzenet, hogy nem megy verejték, izomfájdalmak, egy kis megszakadás, valami elszakadás nélkül. És messze a komfortzónán kívül történik a növekedésünk. Nem kellemes, nekem nem mondja senki, hogy jó oda elmenni büdös emberek közé, és én vagyok a végén a legbüdösebb az izzadság. Szóval nem,
De hiszem, hogy a lélek izma a hit. És ez a hitünk pont így izmosodik, pont így erősödik. A próbákon, a változásokon, a kihívásainkon keresztül. Az Új Szövetségben Péter, Jakab, Pál egyformán azt hangsúlyozzák, hogy a próbák, amelyeken átmegyünk, mind azt szolgálják, hogy megpróbálják és megerősítsék a hitünket. Az utolsó vacsoránál Jézus figyelmeztette Pétert, hogy háromszor fogja őt elárulni, és ezzel kapcsolatban azt az érdekes mondatot is mondta neki, amit nem szoktunk idézni, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Mert ő tudta, hogy Péter szembesülni fog önön kudarcával, de lesz elég hite, hogy visszatérjen hozzá. Hogy aztán ebből a kudarcából valami nagyobb dolog történhessen. Rábízták erre a háromszoros árulóra, erre a indulatkezelési problémákkal küzdő fickóra, erre rábízták a mennyország kulcsait. Az egyik oszlopa a templomnak, a kereszténységnek. Nagyon fontos, hogy ilyen hittel szemléljük életünk fájdalmas állomásait. A csalódással, gyakran csalódással járó emberi kapcsolatainkat, hibás döntéseinket, elrontott dolgainkat, elkövetett hibáinkat. Hogy vissza tudjuk fordítani, hogy van újrakezdés, hogy vissza lehet jönni Jézushoz. Akkor is, ha elárultuk, akkor is, ha elbuktunk, akkor is, hogyha éppen nyakig ülünk saját ostobaságunk következményeimön. De nagyon érdekes ez a kudarc fogalma. Ha azt mondom kudarc, senki sem azt mondja, hogy jaj de jó, akkor valami változás jön. Pedig én tele vagyok kudarc emlékekkel. Mondok egy példát, én nagyon szeretek főzni. Hát a főzés, az tulajdonképpen elrontott kaják sokasága. Tehát a főzés az arról szól, hogy letöltesz egy receptet az internetről, legtöbbször soha senki nem csinálta meg, csak odaírták, és hát kiderül, hogy ami ott a képen olyan szép dagadt tészt, az a valóságban egy csiriz, vagy szétfolyik az asztalon. Vagy sorolhatnám példát. Tehát tele vagyok elrontott receptekkel, elrontott próbálkozásokkal. Hát természetesen azokat nem teszem ki a Facebookra, meg nem mesélem a barátaimnak, hogy nézd meg ezt a fotót, na ezt úgy elszúrtam, hogy megörökítettem ezt a szétfolyó vacakot. Nem, de elmondom nektek, hogy az én számítógépen úgy néz ki, hogy van a dokumentumok könyvtár, aztán abban van a receptek, és azon belül az olasz tészták, a desszertek, a saláták, szóval nagyon rendszerezett vagyok. És amikor felírom a recepteket, akkor utána oda visszatérek a főzés után, és beleírom, hogy abban mi volt a hülyeség, vagy mi nem működött. És beleírom, hogy sokkal kevesebb víz kell hozzá, vagy kevesebb cukor is elég, túl édes lett, és mindazokat. És tudjátok, mi történik? Másodszorra jobban sikerül. Harmadszorra meg még jobban. De nekem akkor két lehetőségem van. Vagy megállapítom, hogy nekem ez a főzéshez semmi tehetségem. Egy béna vagyok, egy kudarcot kudarcra halmozó idétlen amatőr, akinek el kéne hagyni ezt az egész szakmát vagy hobbit. Vagy azt mondom, hogy ez a kudarcom, ez nem sikerült, de ez most egy tanulási pont. És ha egy jegyzetet írsz le, akkor kérlek, ezt jegyzeted le. A jól szemlélt kudarc az tanulási pont. Abból tanulhatunk, hogy ha nem fordítjuk magunk ellen, ha nem arra használjuk fel, hogy az alkalmatlanságunkat bizonyítsuk, kinek az érdeke? Cui prodest. Az ellenség az, aki folyton el akar bennünket gyengíteni, aki alkalmatlannak, értéktelennek akar beállítani bennünket. Nem hiszem, hogy az Isten egyetlen egyszer is ezt akarná, hogy ezt érezzük. És ez így van, drága testvéreim, hogyha befizetünk egy tanfolyamra, akkor az más szóval
pénzt adunk az első kudarcokért. Bármire, befizetsz egy lovagló tanfolyamra, hát mi fog történni? Leesel, nem sikerül. Nekem például azt mondta az, aki így a kantáron vezette a lovat, hogy hát neked olyan rossz a ritmusérzéket, hogy szenved a ló. Hát köszi. Nagyon rosszul éreztem magam, hogy én most fájdalmat okozok egy szegény lónak, és tényleg nagyon rossz a ritmusérzékem, tehát én sosem próbálok meg táncolni, vagyis mindig megpróbálom, és rendkívül sikere van, de tudjátok mint? Kértem, hogy adjon tanácsot, és megpróbáltam, és a mai napig sem én vagyok a tenkes kapitánya, de sikerült azon az alapfokon átmenni, hogy körbe-körbe, és nekem se fájt már annyira, meg állítólag a lónak sem. De ugye a mondás is azt mondja, hogy ha leesel, vissza kell ülni a lóra, mert különben soha nem tanulsz meg lovagolni. És ha megnéztek egy gyermeket, aki tanul járni, hát miről szól az először? Hát négy kézláb csúszunk, mászunk, nem? Hát így visszagondolva nevetséges. Képzeld el magadat, amint most négy kézláb a porban csúszom. Pedig így kezdted. És utána mi történik? Hát ilyen kis seb van mindig az orrukon, mert állandóan hasra esnek. És ha egy gyereknek nem lenne hite, hogy ha ő tud gyalogolni, akkor én is fogok tudni, akkor feladná. Mi történne egy csecsemővel, feladná? Sose tanulna megjárni. De nem adja fel, mert van benne az az ős alapbizalom, az az erős hit, hogy sikerülni fog. Ezt nem szabad elveszítenünk. Tehát nagyon fontos, hogy a múltban visszatekinthetünk úgy is, mint a kudarcainkra, de visszatekinthetünk úgy is, hogy honnan jöttünk, hol vagyunk most, és hová megyünk. Mert biztos vagyok benne, hogy amikor Krisztus a keresztről letekintett arra a handabandázó, őt éppen eláruló Péterre, akkor nem azt látta, hogy aha, itt van ez az áruló, hanem már azt látta, amivé válni fog Péter. Nem a jelent, nem az aktuális pillanatnyi kudarcot látta, hanem azt, amit Péter abból tanulva változni fog. Légy tehát kitartó, kérlek, hajlandó és kész a változásra. Figyelj a Szentlélek vezetésére személyes életedben. Nagyon fontos. Ez a sikertitka Istennel járva. A múltadat pedig nem kell elfelejteni, nem kell kitörölni. Fel kell dolgozni, a kudarcokból fel kell állítani a tanulási pontokat, ami pedig olyan része, az fel kell dolgozni, el kell engedni, meg kell bocsátani. Egyébként láncokként húznak vissza a múltba ezek a dolgok, és képesek vagyunk a múltban élni. Ugyanis általában a dolgoknak két vetülete van, amire nincs ráhatásunk, meg amelyikre van ráhatásunk. Ilyen a múlt. Nincs ráhatásunk. Hiába akarod újraírni a gyerekkorodat. Hogyha akkor anyám jobban szeretett volna. Hogyha apám jobb tanácsokat adott volna. Ha akkor nem abba az iskolába megyek. Semmi értelme, ha csak nem egy jövőbeni tapasztalatot csinálsz belőle. De amit elfelejtünk, hogy van ráhatásunk a jelenre. Igenis, Istenre figyelve, Istennel járva, az ő vezetésére figyelve, nem áldozatai vagyunk a sorsunknak. Nem a sodródó, tehetetlen fadarabok a Dunában. Isten vezetésébe beleállva együtt írjuk vele jövőbeni sorsunkat. Van ráhatásunk erre. Jakab azt mondja viszont a levele legelején, az első rész 2-3-ban, teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez.
Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Hát ez a tökéletesség képlete, hogy a próbákat teljes örömnek tartsuk, Péter is beszél erről, de én azt gondolom, hogy ehhez kell egy lelki érettség. De hiszen ezt jelenti a tanítványozódásunk, a megszentelődésünk, hogy 46 éve Istennel járva nem tarthatok ugyanott, mint 4 éves koromban, amikor 4 éve jártam vele. Muszáj, hogy ilyen módon fejlődjünk. És ennek egyik nagyon fontos eleme, ha nem is tudjuk mindig teljes örömmel fogadni a csapásokat vagy a próbákat, de tudjuk egészen másként szemlélni. Ugye az éretlen szív azt kérdezi, miért történik ez megint velem? Ó, Uram, miért engeded meg megint? Mi ennek az érett változata? Én nem akarom azt mondani, hogy minden probléma az életünkben, az kizárólag Isten jobbító szándéka miatt. Szóval nem akarok ennyire fatalista lenni egyik irányban sem. De hogy mindig érdemes feltenni a kérdést magunknak, hogy mit tanulhatok, mit erősödhetek ebből a próbából, hogyan fog ebből Isten engem erősebben kihozni? Szerintem ez egy jó kérdés a legtöbb esetben. Zakariás 13. rész 9 ezt mondja. És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt, és megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat. Ő segítségül hívja az én nevemet, és én felelni fogok néki, ezt mondom, népem ő. Ő pedig ezt mondja, az Úr az én Istenem. Ez máshol is visszatér a Bibliában, ez a megtisztított arany, meg nem elég tiszta hitvány ezüst, és ezt a megtisztítást, ugye a bibliaírók korában az ötvösök, a nemesfémmel dolgozók használták. Egy nagyon egyszerű módszer volt. Tulajdonképpen egy kanálban a kis nemesfémet egy ilyen kis picike kis kemencébe betolták, ahol nagyon nagy hőmérséklet volt, és megolvadt a fém. És elkezdték tisztítani. Ez a tisztítás is nagyon egyszerű volt. Akkoriban ugye nem voltak még ilyen 4-9-es tisztaságot vizsgáló berendezések. Egész egyszerűen hevítették a kanálban az aranyat vagy az ezüstöt, és a salak feljött a tetejére. És egy pici kis lapocskával azt a salakot mindig lehúzták a megolvadt fém tetejéről. Megint megolvasztották, megint feljött valami salak, megint lehúzták a tetejéről. És nekem tetszik a történet, ha igaz, ha nem, hogy tudjátok, hogy mikor látta, hogy tiszta az ötvös, hogy már tiszta az a megtisztított arany vagy ezüst, amikor már nem volt ez a szürke salakréteg a felszínén, hanem csillogó tiszta volt, és akkor meglátta a saját arcát benne, mint egy tükör által homályosan. Szóval nekem ez üzenet, hogy Isten is addig tisztít bennünket, amíg a saját arcát meglátja bennünk. És lehet, hogy nem tudom mindig ilyen bölcsen szemlélni a próbáimat. Vagy de az is lehet, hogy csak velem fordul előtti, már mindig teljes örömnek tudjátok tartani. Nekem ez még 46 év után sem sikerült. De mindig marad egy utolsó imám. És marad egy utolsó válaszom a feleségemnek. Amikor megkérdezi, hogy mi lesz akkor, ha ez nem sikerül, akkor mondok arra egy bölcs, lajosos választ. És akkor mondja, és ha az sem sikerül, hát akkor arra megint mondok, hogy akkor majd ezt csináljuk. És a harmadik, hogy ha az sem sikerül, és akkor már nem marad más választom, és magamnak is mindig ezt mondom, ez az utolsó imám, amikor nem értem, hogy miért engedi meg Isten, amit a Lukács 11. rész 11-ben olvasunk róla, hogy nem olyan atyánk van nekünk, aki a szeretett gyerekeinek
kígyót adna, amikor azok halat kérnek. Ez a végső válaszom. Amikor nem értem a mi érteket, akkor csak azt mondom, hogy vagy később megértem, vagy a mennyben megértem, nem tudom, de egyet tudok. Nem olyan atyám van, aki kígyót akar nekem adni, aki játszik velem, aki szórakozna velem, aki kínozna, nem. Akinek van gyereke, az tudja, hogy mindig a legjobbat akarjuk neki. Mindig a legjavát. Néha nem érti, hogy ez miért jó neki, vagy nem érti meg. De egy igazi apa, egy igazi anya mindig a gyereke legjavát akarja. És néha összetörnek bennünket a próbák. Néha úgy érezzük, hogy nehéz, nincs ebből felépülés, nem tudunk felállni. És erre egy példát szeretnék hozni nektek egy japán művészeti ágból, amit úgy hívnak, hogy kintsugi. Ennek a jelentése arannyal összeilleszteni. A különleges technika része, hogy amikor eltörik egy edény, akkor nem egyszerűen összeragasztják, hanem az összeragasztás helyei azt aranyporral, a ragasztóba kevert aranyporral, meg a felszínen is kiemelik. És az a filozófiájuk, hogy ezzel nem rontanak az eredeti tárgy szépségén, sőt, sokkal inkább, ahelyett, hogy kidobnák, tovább írják a tárgy történetét. Hiszen a törések, azok a megtöretett, vagy megtört fázisok is életünk részei. Ha erre a képre ránéztek, ez egy szürke kerámia edény lenne. Semmi izgalmas nem lenne benne, talán egy kutyatál lehetne, vagy valami, de így ránézve valami gyönyörű. Benne van az egész, a helyreállítás szépsége. Amit nem kell, hogy elfelejtsünk, lehet, hogy Isten így lát bennünket, arannyal emeli ki a helyreállításainkat. Befejezésül arról szeretnék beszélni nektek, hogy talán néha már elfáradunk. Korunknál, helyzetünknél, de nem is a korunknál, elfáradnak az ifjak, elfáradnak az idősek, mindannyian el tudunk csüggedni, el tudunk fáradni. És úgy érezzük, hogy most már minek tovább, már megint egy új változás. Igen, ezt is úgy kéne szemlélnem, hogyan válik a javamra. Elegem volt, elfáradtam. És arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok akkor Sára és Ábrahám történetére. Akik már nem tudtak mit csinálni, csak nevettek ezen az egészen, hogy persze, ez ő magukban fog, ja, igen, ez a világ minden nemzet, persze. De ha akkor nem szedték volna össze a maradék hitüket, akkor nem született volna meg a megváltó. Akkor hátat fordítanak Istennek. Ők hittek, hogy még öregen, utoljára, még akkor is, történhet ebből az őrületnek hangzó dologból valami pozitív változás. És akárhány éves vagy, bátorítalak, hogy bátran kezdj bele új dolgokba. Én például 56 évesen ültem be az iskolapadba, mert akartam egy tárgyból egy új diplomát szerezni. És nagyon élveztem minden percét. Istennel járva nem egy rögzült állapot, egy fejlődő állapot, aki mindig, és nem csak azért, mert azt mondják, hogy a jó pap is holtig tanul, ez valamennyiünkre igaz. Életünk utolsó leheletéig növekedni akarunk, és Istennel ez lehetséges. És ha egyre érettebben járunk, egyre közelebb kerülve Istenhez éljük az életünket, ennek egy teljesebb élet lesz a gyümölcse. Több sikerrel, több tanulássá formált kudarccal, több eredményesen szemlélt és megvívott próbával. És,
És ennek az az eredménye, akárhány évesek vagyunk, hogy azt fogják mondani, hogy jobb az ő társaságában, az ő 3 méteres körzetében. Valami jobb illat van. Valamitől jobb a világot. De csak azért, mert felmutatjuk a hitünket, a bennünk élő Krisztust. Így tudunk ezt a hitet, ezt a reménységet felmutatva egy reménytelen világban, így tudunk só és világosság lenni a környezetünkben. És így tudunk több tudást, gazdagabb életet, és egy szebb, mesélhetőbb történetet magunk után hagyni. Környezetünkre, barátainkra, gyermekeinkre, unokáinkra. Befejezésül hadd meséljek el egy történetet, talán ismeritek, több helyen olvasható volt már. Renoir és Matisse, a két híres festő, barátságáról ez szólt, egy feljegyzett párbeszéd. Ugye az idős Renoir mester már izületi gyulladással, reumával küszködött, és Matisse az csak nem 30 évvel fiatalabb volt, még egy fiatal ember, és amikor egy nap meglátogatta Renoirt, aki már akkor olyan nehezen tudott festeni, hogy megkérte a feleségét, hogy kötözze oda az ecsetet a kezéhez, hogy úgy tudjon még festeni. És hát megérkezik a lelkes ifjú ember, Matisse, és akkor hát így kicsit szánakozva nézi, ahogy az idős mester az ujjaihoz kötözött ecsettel festi a festményét, és azt kérdezi tőle, hogy miért nem hagyod már abba, August? Látni rajtad már, hogy minden ecsetvonásod, minden erőlködésed fájdalmat, kínt okoz. Minek kínzod már magad? És a történet szerint Renoir csendben azt válaszolta, jaj, hát fiatal ember, te nem tudod még, hogy a fájdalom eltűnik, de a szépség megmarad. Köszönöm a figyelmeteket. Egy imával fejezzük be. Istenem, boldogan és hálával hajtunk fejet szent színed előtt, és megköszönjük, hogy velünk voltál ma is. Köszönjük a te igédet, köszönjük azt a sok bátorítást, amit ebből az igéből meríthetünk, és köszönjük, hogy igaz a te ígéreted, Jézus, hogy ne aggodalmaskodjunk, mert te velünk leszel a világ végezetéig. Mégis kérünk, Szentlélek, hogy töltsd be bennünket teljesen. És te légy a mi energiánk és bölcs vezetőnk azokban a pillanatokban, azokon a napokon, amikor csüggedünk, amikor önmagunkban csak a kudarcokat, az értéktelenséget és a sikertelenséget látjuk. Segíts tovább lépni. Mutasd meg azt az utat, ahol járnunk kell, hogy elérjünk arra az állapotra, ahol te már látsz bennünket. Hiszen Istenem, te nem úgy nézel ránk, mint akik éppen bénán tipródnak egy helyzetben, hanem azt látod bennünk, amivé válhatunk. Nekünk csak add azt a hitet, Uram, hogy megküzdjük azokat a próbákat, amelyek erősítenek, növelnek bennünket, amelyek hasonlóvá tesznek bennünket Krisztushoz, hogy megadjuk, Atyám, neked azt az örömet, hogy lásd, hogy egyre többen akarjuk követni Szent Fiat példáját, hasonlóvá akarunk válni Krisztushoz, hogy megadjuk neked azt az érzést, hogy nem hiába való volt feláldozni a te egyetlen egyedet. Kérlek, fogadd el imánkat most minden csüggedőnkért, betegünkért, és azokért, akik most nem lehetnek itt, mert különleges terhet hordoznak. Kérlek, adj nekik enyhülést, adj nekik szemléletváltást, de legfőképpen adj nekik a te lelkedből, erődből. Áld meg ezt az egész gyülekezetet, hogy erősen, egy testként, egységben, közösen lépve, szolgálva, egymást
felemelve, bátorítva tudjanak növekedni, fejlődni, a te munkádat elhívásoknak megfelelően végezni, az ő örömükre és a te dicsőségedre minden napon. Ezt kérjük közös imánkban, Jézus Krisztus drága nevében. Amen. Köszönöm szépen, hogyha még kérdésetek lenne, vagy imádkozni szeretnétek, leszünk itt elől, és örömmel imádkozunk veletek.